Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Péter odament Jézushoz és megkérdezte: Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsájtanom neki? Talán 7-szer? Jézus így felelt: Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit és mindenét, amie csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte és úgy kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. Az úr szíve megesett a szolgán, szabadon bocsájtotta őt, sőt még az adósságát is elengedte. A szolga kiment és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta és folytogatni kezdte: Add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térdre hullott előtte és kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, még meg nem fizeti tartozását. Szolgatársai látták a történteket, elmentek és elbeszélték uruknak. Az úr akkor magához hívta őt és így szólt hozzá: Te gonosz szolga! Amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad? És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, még meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsájt mindegyiktek a testvérének. Ezek az evangélium igéi.